Nagyon nehéz mérkőzés lesz a siófoki találkozó, annak is köszönhetően, hogy a bajnokság is egyre nehezebb, és ők akár a top 3-ba is bekerülhetnek a végén, úgyhogy 100%-ban készen kell állnunk. A siófok meglepetésre a bajnokságba hazai pályán kikapott a váciaktól, akiket aztán idegenben, a nemzetközi kupában fölényesen több mint 10 góllal legyőztek. Vajon melyik lehet aktuális ellenfelünk igazi arca? Szerintem nagyon-nagyon kemények, úgyhogy a jobb formájukra kell készülnünk. A Vác ellen egy kis gödörben voltak, főleg az első fél időben. Ennek ellenére nagyon jó játékosok vannak a csapatban, egyénileg jól képzettek, úgyhogy figyelnünk kell. Az Audi Eto'o játékosai ezekben a hetekben sorozatterhelést kapnak, hiszen párhuzamosan fut a bajnokság és a bajnokok ligája. De a regeneráció nem lehet probléma, mondja a holland klasszis. Most egy nehéz periódusban vagyunk, de korábban csináltunk már ilyet, úgyhogy tudjuk már, hogy lehet regenerálódni a lehető leggyorsabban. Most is ezt tesszük hétfőn és kedden, hogy készüljünk a szerdára.